Na szevasztok! Ezúttal is szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni már megint. Ugye most nálunk itt van elsője éppen, úgyhogy most veszem föl ezt az adást, mert mire hazaérek, addigra már nem lesz időm ezt megcsinálni. De micsoda egy érdekes út volt ez, úgyhogy ezt gondolom tetszeni fog nektek is. Itt lesz néhány kép, néhány videó, de leginkább csak megint csak duma csokor lesz, úgyhogy megint itt beszélek. Éppen itt a mobil főhadiszállásról, ugye a versenyteknősből, ugye itt Atlantába vagyok, és aztán, aki nem ismerne még, ugye itt már, nem tudom, több mint 20 éve repülök, éppen egy Airbuson kapitánykodom, és most az a történet következik, hogy hogy telt az én új évem. Úgyhogy először is két utam volt, igazából három, a harmadik holnap jön kedden, az csak egy Baltimore fölmenés, meg visszajövés, de előtte el kellett mennem El Salvadorba. Aki nem tudná, hogy hol van El Salvador és Guatemala, annak kell mondanom, hogy először van Amerikai Egyesült Államok, utána van Mexikó, és utána van a Guatemala, és mellette El Salvador, ha megnézitek Közép-Amerikában, ott, ahol az a összejön a szépen a dereka Amerikának, arról beszélünk. Úgyhogy Közép-Amerikába mentem le. Ez már majdnem Honduras, majdnem Dél-Amerikába, de ugye ezeknek az államoknak nem sok közük van Mexikóhoz, azon kívül, hogy ott is ugyanúgy beszélnek meg a ilyen inkaszerű emberek laknak ott is, ugye ilyen, nem tudom, hogy mondjam, alacsonyabbak, barnába bőrük és általában fekete a hajuk, és ugye az inkáknak a leszármazottai, meg azoknak a spanyoloknak, ugye, akik ide jöttek hódítani. Na, szóval le kellett volna mennem El Salvadorba, este indultunk, reggel jöttünk volna vissza, és akkor utána volt egy másik utam, az ott ugyanúgy este indultam volna, reggel jöttem volna vissza, de az viszont Guatemala Citybe ment volna. Guatemala Citybe. Az érdekes, hogy egy vulkán van mellette. Egyszer csináltam egy képet is erről a vulkánról. Éjszaka jövünk, és így pislákol valami, mondom, mi az ott valami másik repülő, vagy micsoda, de nem volt rajta a radaron, és akkor látom, hogy hát az igazából a kitörő vulkánnak a lávája, ami éppen folyik le. Sajnos éjszaka volt, a kép nem annyira szép, mint kéne, hogy legyen, de valamennyire gondolom ezt is lehet látni, meg oda lehet képzelni a hegyet mellé. Ez azért érdekes, mert magasabban volt, mint hogy éppen repültünk, hatalmas hegyek vannak, nagyon kell tudni, mit csinálsz. Nem is az a baj, amíg minden működik, addig nincs gond, akkor van baj, ha elmegy a navigáció, mert akkor viszont nem tudod, hogy hol vannak a hegyek, csak el tudod képzelni, és akkor viszont be kell állítani a VOR-t, és akkor a VOR-ral ki tudod számolni, hogy milyen messze vagy, és akkor, de azt ott gyorsan megy el a repülő, úgyhogy előre kell egy terv, hogy mit fogsz csinálni, milyen magasra fogsz menni, merre fogsz fordulni, hogyha elromlik a navigáció a repülőben, ami eddig még nem éltem át ebben a repülőben, de ettől függetlenül, ami elromolhat, az el is romlik, úgyhogy ja, erre föl szoktunk készülni. Na hát, megérkezek ugye az első útra, amikor megyünk El Salvadorba, ugye. És akkor az El Salvador, ugye az az állam, és az El, hogy is van, Salvador az az állam, tehát az ország, és El Salvador az pedig a főváros, és oda mentünk volna, egy nagyon szép új repterük van pont a tenger mellett, ha megnézitek, hogy hol van, meg lehet látni a térképen. És akkor ugye Atlantából elindultunk, akkor le Kuba érintésével, ugye le Cancún mellett, Cancún az egy ilyen üdülőváros Mexikóban, ott a kis szigetnek, a félszigetnek a végén, és utána pedig át ugye az Amerikának a közepén, és ahogy érkezünk lefelé, gyönyörű szép hely volt, ugye az első tisztem az öregebb volt, mint én, ő is megjárt a hadak útját, és aztán mondtam neki, hogy ő nem sokat repül, mert ügyeletes volt, mondtam neki, repüljön ő. És akkor utána lejövünk oda az egészen, megfordulunk, na itt egy kutyus itt jött nekem segíteni, de jaj, te kutyus, ne menjél rá arra a kocsira, mert ez nem lesz jó. Na, elnézést, nem is látszik, hogy itt van a kutya, ez a helyi kutyus, nagyon aranyos. Na, és akkor megyünk lefelé, ott ugye átmegyünk a hegyek között, ráfordulunk a kifutó pályára, itt van egy kis kép róla, gyönyörű szép az egész, ugye éjszaka van, nagyjából 11 óra. Leszállunk, és akkor az emberek szállnak lefelé, és az első légiutas kísérőm, aki egy kis tündérlány volt, már csak a kis szárnyak hiányoztak a hátáról, mert úgy nézett ki, mint egy ilyen Disney filmből egy ilyen kis tündérke, ott be volt szépen csinálva az arca ilyen kis glitterekkel, meg kis szőkehajú masni ott, mindegy, szóval gyönyörű, aranyos kislány volt. Szóval amikor leérünk, leszállak az emberek, és akkor mondja az a kis tündér kisasszony, hogy tehát figyelj, ott hátul az a másik csaj, az ott beteg. És hogy most hányt, és hogy ott van hátul, és hogy nem is csinált semmit az egész úton, és akkor mondom, hát azt jobb lett volna szólsz, közben megyünk, de nem szóltak. Úgyhogy akkor mondtam, oké, leszállt mindenki, hátra megyek, és akkor megkérdezem tőle, hogy te jó vagy, és hogy mit tudok neked segíteni, valamit, mi fáj, vagy mi baj van, és akkor azt mondja, hogy nem is mondott semmit. El volt feküdve a három asztalon, a bocsánat, a három széken hátul,
és egyszerűen teljesen ki volt akadva. És azt mondja, hogy de hát most, hogy tehát nem is beszélt hozzám, össze volt így húzva, és aztán mondtam, hogy te figyelj, itt ez nagyon fontos, hogy mondjál nekem valamit, mert segíteni szeretnék, tudnom kéne, hogy mi bajod van. És annyit mondod csak, hogy hát, hogyha annyit mond, hogy az nekem azt jelenti, hogy nem beszél velem. Ha nem beszél velem, akkor azt jelenti, hogy ő komoly bajban van. Azt jelenti, hogy akkor én ezt nem tudom fölvállalni, hogy őt visszavigyem az államokba, akár mindegy, hogy teljesen mindegy, hogy hol vagyunk. Ugye El Salvador az nem igazán a legbiztonságosabb helyek egyike. Nagyon sok a kartel jelenlét, mert ugye Mexikóból hozzák át a drogokat Amerikába, és ott jön át a drog, és emiatt nagyon sok lövöldözés szokott lenni. Az utak rosszak, na mindegy, szóval ne is menjünk ebbe, előre szaladunk egy kicsit. Úgyhogy akkor megkérdeztem tőle, hogy legyen szíves, mondjon már valamit, csak valamit, és nem mondott semmit. Úgyhogy akkor mondtam, oké, akkor sajnos hívnom kell a doktort. Úgyhogy felhívtuk a doktort, jött azt mondják, hogy a doktor nem jöhet fel a repülőre. Hát mondom, oké, akkor hát, hogy a hegy nem megy Mohamedhez, akkor vigyük a Mohamedet a hegyhez, igen. És akkor beletettük szegény a légutas kísérőmet egy ilyen tolókocsiba, föltoltuk ugye föl a kapu elé, ott, ahol ugye találkozott a doktorral. Már rögtön fogták a szurit, akarták volna belenyomni a szurit, de mondom, ácsi, mondom, nem szurizunk itten. ez ilyet nem lehet csinálni, csak azért, mert egy kicsit rosszul van a hölgy, meg valami fáj a hasa. Úgyhogy mi van, hogyha terhes, vagy valami más gond van, úgyhogy nem tudom. Na mindegy, szóval. Akkor ezt elkerültük, ezt a szúri esetet, és akkor utána mondta, hogy minden, tehát a szíve működik, a púzusa jó, meg ilyesmi, de valamiféle a has vírusa lehet, vagy nem tudja ő se, vagy micsoda. Úgyhogy akkor fölhívtam a céget, a cég mondta, hogy akkor ő nem repülhet, úgyhogy ha ő nem repülhet, akkor mi se repülhetünk, pontosan ma repülhetünk, de utasok nélkül. Úgyhogy akkor most akkor mi legyen? Úgyhogy végül is az történt, hogy több óra várakozás után végre kitalálták, hogy akkor most a járatot később fogják indítani. Ugye most ekkor hajnal volt, úgyhogy azt mondták, hogy majd később lesz, majd talán mikor elmegyünk egy hotelbe, a hotelbe visszajöttünk, akkor utána mehetünk. Úgyhogy mondtam, hát ez nagyszerű. Ez a visongás egyébként a kis kutya itt azért itt visít, mert hallja, hogy beszélek, és akkor most miért nem belejátszom. Úgyhogy aztán, na mindegy, szóval akkor az történt, hogy akkor találtak nekünk egy hotelt, de hotel mindenhol ugye új év volt, ugye új év napja, hotelt nem lehet csak úgy találni, úgyhogy ezt több óráig ott ültünk a repülőtéren, és várjuk, hogy legyen valami. Úgyhogy akkor ott volt egy Subway, akkor hát erre bejön ez a kutya, hát ilyen nincs. Itt beugrott, és most itt van mellettem. Nem tudom, mennyire látszik, de jaj te, na gyere, megmutatjuk, gyere, itt a kutyus. Jó van. És ez beugrott az autómban, nyitott ablakon. Hát ez marha jó. Na jó, üljél le, úgyni. Na szóval, a Lucy kutyára való tekintettel bejöttünk ide a bunkerba, úgyhogy most innen folytatjuk. Szóval elmentem a Subway-be, és akkor kérdeztem a lányokat, hogy mit kérnek, úgyhogy vettem nekik Subway szendvicset. Ezt a Subway-t, ezt tudom, hogy nálatok annyira nem kedvelik, érthető okokból kifolyólag, mert ott annyira jó kaják vannak Magyarországon, hogy ki az a hülye, aki ilyen Subway-t enne. Na mindegy, szóval a Subway ez egy ilyen szendvics hely, New Yorkból jött, és valami ilyen száraz kenyérbe raknak bele ilyen nagyon rossz zöldségeket, amik ilyen el vannak száraz. Mindegy, szóval az egész úgy rossz, ahogy van. Na mindegy, szóval, de legalább volt valamit, amit tudtam nekik enni addig. És akkor vártunk ott rengeteg ideig, és akkor végre kirúgtak a reptérről, mert ott nem volt járat, meg mit tudom, hogy kimentünk a reptér elé, és akkor ott a hatalmas felirat, hogy El Salvador, meg karácsonyfa még ott kint van, és akkor érdekes, hogy ott a legfőbb közlekedési eszköznek a legfőbb formája az vagy egy pick-up, aminek a hátulján egy kosár van, amiben az emberek így állnak, ilyen nagy csomó ember, vagy pedig egy ilyen minibusz. És az a kis busz, az általában dízel, mert Toyota ugye, és akkor abba viszik az embereket innen-oda. Úgyhogy nekünk is két buszt rendeltünk, de mind a kettőt eltörölték, és mondták, hogy nem csinálnak ilyet, mert túl messze van. Meg így meg úgy végre a harmadik megjött, nagyon sok óra után, és akkor addig a szegény légutas kísérőm ott feküdt a padon, és próbált jobban lenni, de hát nem nagyon sikerült. És akkor utána a végre beültünk a buszba, na és akkor ott jött a... Szóval ez jó másfél óra, egy óra 45 perc volt odaérni. Először ugye kiértünk a városból, akkor úgy jó volt, utána elkezdett rázni, mint az állat, úgyhogy mindenki próbált aludni, de annyira rázott, hogy majdnem leestünk a székről, mint hogyha offroad lett volna, ugye magyar útviszonyok voltak. És akkor utána megyünk tovább, akkor láttuk már a vulkánot, és akkor reggel, jól megdugdostam a kamerát,
És akkor reggel pedig már jött föl a nap, és aztán egyik pillanatra másikra feljött a nap, végre odaértünk, és akkor egy olyan hotelben voltunk, ahol egy gépfegyveres őr volt a hotel előtt. Hatalmas kerítések, úgyhogy ez elmondhatja, hogy mennyire jó hely ez az egész, ahol mentünk. Úgyhogy akkor becsekkoltunk, a néninek nem volt a kulcsa, hogy beengedjen, tehát ilyen, nem volt ez a kis kártyakulcs már elég neki, úgyhogy egyszerűen beengedtek a kulcsa simán, úgyhogy azt ott végre lefeküdtünk volna, végre majdnem elalszok, erre hívnak az telefonon, ezen a hoteltelefonon. Ó, hogyha 12 után csekkolunk ki, akkor extra pénzbe kerül. No, oké, mondom, majd a cég kifizeti, nem tudok mit csinálni vele. Oké, lerakja a telefont, elmegyek aludni, megint csörög a telefon. Ó, de hát akkor hánykor indul a repülő, mert hogy akkor nem túl sok lesz a forgalom, és akkor ha 8 óra múlva indulunk, akkor mikor fogunk odaérni, ha csak 2:30-kor indulunk, akkor nem fogunk odaérni, hogy mikor indul a repülő. Megpróbáltam elmondani nénnek, hogy én vagyok az elkapitánó, majd akkor indul a repülő, amikor odaérünk. Nélkülünk úgysem megy el a repülő, legalábbis addig, míg nem repültenek be egy másik pilótát hozzá. Na, akkor végre, akkor megértette, akkor megtanultam, hogy akkor most ki kell húzni a telefondugót. Régi telefon volt, kihúztam a dugót belőle. Behúztam a függönyt úgy, ahogy, úgyhogy majd mindjárt megmutatom, hogy néz ki ez a szoba. Hát ez volt az egyetlen szabad hotel szoba a környéken. Úgyhogy így néz ki, nem igazán túl a luxus szoba, de meg tudtunk aludni, és igazából nem csípett meg semmi, eddig legalábbis nem éreztem. Úgyhogy aztán itt megpróbáltam kivasalni az ingemet. Igen, vasalódeszka kicsit el van szakadva, és amint rátettem az ingemre, egyből ez a feketesség átment az ingre, úgyhogy leckét megtanultam először, nem szabad az ingre tenni az idegen vasalót. A függöny az kicsit elromlott, mert ezt itt nem értik, hogy nem lehet ezt állítani, csak úgy lehet állítani, hogyha a karnist húzod, nem pedig a függönyt. Úgyhogy szerintem ezek a függöny cibálták, úgyhogy ott felálltam a székre, azt becsuktam, hogy egyáltalán tudjak aludni valamit. És aztán itt van a kis fürdőszoba, hát jó ez az egész igazából. Úgyhogy most mindjárt készülök, aztán indulása a kalandjárattal ugye vissza a reptérre. Úgyhogy délután 2:45-kor indult a kis busz visszafelé. Amint kiderült, ez a vezető úr ott megvárt minket a parkolóba, és akkor utána megvárt, amíg ott elhasszunk, és azt utána visszavitt minket. Na de, kicsit menjünk vissza az időbe. Az első tisztem egy kopasz úr volt, aki nálam idősebb volt, elég nehéz volt vele repülni. Mindent jól csinált, csak ugye, hát nem mindegy, szóval őnek igazából kapitánynak kellett volna lenni, nem első tisztnek, mert már sokkal régebb óta van a cégnél, de jobban szereti az órarendet, amit tud így kapni, hogy ugye jobb a beosztása. Na mindegy, szóval őnek kellett volna egy új évi partia a barátnőjével. Úgyhogy ezért ő csak oda akart menni El Salvadorba, és rögtön visszajönni, majd fölülni egy másik repülőre, és onnan egy harmadikra, és akkor visszamenni Iowába, ami a teljes másik északi felén van Amerikának. És ott elmenni a barátnőjével az újévi partira. Na most emiatt a hölgy miatt, ugye, aki rosszul lett, ez most itt teljesen dugába dőlt, és nagyon ideges volt, úgyhogy így láttam, hogy fújt a gőz a fülén, meg minden, úgyhogy ja, hát mondtam neki, hogy én nem tudok mit csinálni, mondom, sajnos ezt a döntést meg kellett hoznom azért, hogy a jó dolgot csináljuk. Tehát én mindig azt gondolom, amikor repülök, hogyha egy panel előtt ülök, ahol vannak hárman vagy négyen, és kérdeznek engem, hogy te akkor magyarázd el, mondd meg, indokold meg, hogy mit miért csináltál. Van-e indoklásom arra, hogy egy beteg légutas kísérővel szálltam föl utasokkal, úgyhogy azt tudtam, hogy a beteg légutas kísérő nem fogja tudni ellátni a feladatát. Erre mit válaszolok? Ugye erre nem tudok válaszolni. Úgyhogy ezért azt mondtam, hogy akárhogyan is, hogy akár mennyire rossz hely El Salvador, sajnos nem tudunk menni. Ugye nem feltétlen az én hibám, lehet, hogy más ment volna, és semmi baja nem lett volna, de én ezt nem tudtam fölvállalni, úgyhogy sajnos ott, abban a pillanatban így meg kellett hozni a döntést, és nagyon hosszú konzekvenciája lett ennek a döntésnek, amit így a történetből ki fog bontakozni. Szóval akkor innentől pedig be fogom játszani azt a felvételt, amit felvettem a kis mikrobuszból, ahogy megyünk vissza a repülőtérre. Gondoltam, ez is érdekes lesz, mert ugye én se jártam még ott, úgyhogy majd mindjárt megnézzük, hogy mi történik, aztán narrációt adok hozzá. Ez egy nagyon szép új dízel Toyota kisbusz volt, egy mikrobusz volt. Nekem ezzel semmi bajom nincsen, csak ugye az amerikai szemmel ez egy kicsit más, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva. Kicsit kisebb, kicsit stabilabb, és alig eszik valami üzemanyagot, úgyhogy ezért ez egy furcsa dolog nekünk. Úgyhogy azok után, hogy az első tisztem ott kiverte a balhét, ugye előző nap este,
Ő azt mondta, hogy ő nem jön el a hotelba, mert úgyis tudja, hogy nem lesz hotelszoba, meg már előre látta, hogy az egész nem fog működni, amiben igaza is volt. Úgyhogy ő azt mondta, hogy inkább ő akkor most elmegy haza. Tehát mondtam, hogy hát nem tudom, észrevette, hogy a Amerika közepén vagyunk, ugye San Salvador városban, El Salvadorban, onnan hogy megy haza? Azt mondja, hát majd reggel jön valami repülő, azt elvisz biztos valahová. Úgyhogy jött is a repülő, azt hiszem, hogy egy pár óra múlva, azt hiszem, egy 4-5 óra múlva reggel, és az elvitte őt Miami-ba, és onnan tudott eljutni azon a napon, akkor ott az új évnapja, és akkor ott gondolom, akkor elérte a randiát, és minden oké volt neki. Na de, nekünk annyira nem volt minden oké, úgyhogy most jön a következő rész, ahol szépen elmondom, hogy mi történt ezután velünk. Délután 2:45-kor volt az indulás, ugye, mert akkor az ugye 6:30-kor értünk be, akkor az pont 8 óra pihenést jelentett, ugye ez legálisan meg volt adva a pihenőidőnk ugye a hotelban, és akkor utána akkor kellett volna találkoznunk, hogy én olyan, hát olyan 00:30-kor ébredtem, ott megettem a Subway szendvicsemet ebédre, meg reggelire, vagy nem tudom, és akkor már látom, hogy az összes légiutas kísérem ott csetel a chatboxba, mert tudunk egymással beszélni ezen az appen, ami van nekünk, mindegy. És akkor mindig mondja, hogy hú, hát úgy félek, nem tudok itt aludni, mert hogy kint van ez a biztonsági őr, meg hát hanem pont azért kéne aludnod, mert ott a biztonsági őr, ez nem kell félni tőle. De mindegy, szóval mondták, hogy hát menjünk, és akkor láthatok, hogy megváltoztatták az órarendet, hát igen, megváltoztatták sajnos az egészet. Úgyhogy az történt, hogy az egy első tisztet szereztek nekem, és az jött, onnan is jött, Miami-ból jött, igen, le valami, American Airlines-al jött, és akkor utána hoztak 4 légiutas kísérőt, őket Orlandóból, ők meg az Aviancával jöttek, és akkor mindenki összejön igazából a repülésre, ugye a repülőm még ott volt, ugye az nem repült magától el, és akkor mindenki úgy elmegy este, 7 órakor indult volna a repülőnk, és akkor azzal elmegyünk Miami-ba először, és onnan Atlantába, úgyhogy ez lett az új terv. Úgyhogy a 4 légutas kísérőm, akkor ők deadheadelnek, a deadhead ugye az azt jelenti, hogy nem dolgozik, hanem mégis uniformisban van, és ott, tehát egyik helyről a másikra átviszik őket ugye valamiféleképpen, és akkor az új légutas kísérők meg dolgoznak. Én meg dolgozom, és akkor adnak egy új első tisztet, és akkor úgy irány Miami este. Akkor ugye erre mondják azt, hogy az ember tervez, az Isten végez. Úgyhogy itt most nagy örömmel egyenlőre megyünk a busszal, és akkor azt is kérdezték, hogy nem akarunk még maradni a hotelba, mert akkor később indul a repülő, ugye az új órarend szerint, meg így, meg úgy. Mondtam, nem, mondom, tudom, hogy lesz ilyen a traffic, hogy mondják, tehát, hogy tumultus lesz, meg nehezebb lesz, meg olyan messze vagyunk. Csak inkább majd várunk a reptéren, mint hogy ne érjünk oda. Úgyhogy most itt látjátok az érdekes utat, itt, hogy így néz ki ugye El Salvador. Az országról azt kell tudni, hogy ugye régen sok gerilla harc volt, és aztán utána a legfőképp a bevétele az országnak az abból van, hogy az itteniek elvándoroltak, leginkább lábon elgyalogoltak Amerikába, átgyalogoltak Mexikón, átgyalogoltak a határon, és illegálisan dolgoznak mindenhol, és onnan küldik haza a pénzt, vagy gyűjtögetnek, és akkor abból vesznek mindenféle kis telket, vagy házat, és abból építgetnek, itt meg vesznek az autókat, amit tudnak. Amint ezt hallom, Amerikában itt a legolcsóbb az üzemanyag, hogy ez miért van így, azt nem értem, vagy nem tudom. Azt, hogy mit nevezünk Amerikának, ugye, akkor azt beszéljük egy kicsit át, ugye, mert amikor én földrajzórán ültem, akkor Amerikában ugye azt tudják, van Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika. De az én szememben az mindegyik Amerika. És ugyanakkor ott van akkor Kanada, meg az USA, és akkor az USA-t hívják néhányan Amerikának, és amikor a déli vagy az északi határhoz érnek, akkor onnantól kezdve az ő fejükbe az már nem Amerika, sőt, aznak már nincs is jelentősége a számukra. Úgyhogy ha amikor azt mondom, hogy Amerikáról beszélünk, akkor nem csak az USA-ról beszélünk, hanem az egész elejétől, tetejétől, az aljáig, ugye. Abba beleértendő Chile, meg Brazília, meg az összes többi, ugye azok dél-amerikai országok. Úgyhogy ez itt most teljesen Közép-Amerika, és ahol mi laktunk, ez már majdnem Honduras volt, tehát egész lent, ugye. Amikor fölnőttem, akkor azzal a hírekkel nőttem föl, hogy ezen a környéken mindig mindenki ölte egymást. Ez manapság sem nagyon változott, mert most is eléggé nagyon sok fegyveres erők vannak mindenhol. A reptéren nem tudok videózni, mert ott is tele volt az egész katonával, de minden 10 méterbe állt egy katona egy gépfegyverrel. Hogy ez miért volt, azt nem tudom. Lehet, hogy ettől az emberek biztonságosabban érzik magukat,
vagy pedig lehet, hogy tényleg volt igazi oka, mert hogy ostromolják a repteret, de ezt nem tudom. A reptér az egy teljesen modern, a mai szemmel teljesen használható és jó repülőtér. Másik érdekes dolog, hogy ez az ország nincsen, ennek az országnak nincsen saját valutája. Itt amerikai dollárt használnak, USA dollárt használnak. Tehát mindenhol, a közértbe, a reptéren, a benzinkúton, mindenhol USA dollárt használnak, és most az új elnökük még a bitcoint is bevezette, hogy azzal is lehet fizetni. Úgyhogy igazából az infláció, igazából annyi infláció van, amennyi az USA-ban van, ugye ott pedig most eléggé keményen lesz infláció valószínűleg, de nagyon érdekes, hogy az USA a valutáját használják. Ezt igazából nehezen értem, hogy miért, meg hogyan működik, csak ezt így mint megfigyelést láttam. Amíg itt nézzük ezt az odavezető utat, itt el fogom mondani, hogy mi történt tovább a napon, meg a következő napon is. Szóval amikor odaértünk a reptérre, akkor ugye ott láttuk a sok katonát, ott végre megtaláltuk, hogy lehet bemenni, meg átmenni, akkor nem volt kapunk, akkor utána át kellett menni kétszer valamiféle átvilágításon, és akkor végre kiderült, akkor megtaláltuk az új légiutas kísérőket. Akkor utána végre felhozták, meghozták a repülőnket, akkor beültünk, akkor a repülőbe, most akkor nem működött valami, azt meg kellett javítani. Utána a repülőben nem működött különböző ilyen kommunikációs rendszer, azt is akkor papírt kellett nyomtatni, meg mit tudom én, szóval volt nagyon sok érdekesség. Akkor végre megjött az első tiszt. Az első tiszt egy fiatal srác volt. Még nem volt 23 éves, és nem volt még 1500 repült órája. Tehát ez így teljesen legális, ugye? Most jött az egyetemről, és a szülei kifizették azt a 300 ezer dollárt, amiben a repülési egyetemre került. Még egyszer mondom, 300 ezer dollárba került. Ezt sokkal olcsóban is meg lehet oldani, tehát ez nem egy kőkemény szám, tehát nehogy azt gondoljátok, hogy mindenki ennyit fizet érte, mert én igaz, hogy 23 éve csináltam ezt, akkor én fizettem érte talán 45 ezeret, vagy 50 ezeret. Összesen mai nap szerintem meg lehet csinálni 100 ezerből, ha mindent összeadunk, de lehet kevesebből is. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy a fiatalember ugye jött, és akkor beült, és elindultunk, ugye? Mondtam neki, hogy mivel nincs túl sok repült olyan, menjen, ő repüljön, inkább én majd csak ott ülök. És akkor szépen felszálltunk, gyönyörű, és éjszaka volt, ugye már akkor már eléggé éjszaka volt. És akkor elrepültünk ugye a Cancún mellett, megint utána a Kuba felé vették az irányt, elrepültünk Kuba fölött, és akkor ott, hogy Kuba fölött elrepültünk, láttam Havannát ugye éjszaka, és akkor utána jött Key West, és a Key Westbe ugye lementünk a Mucán Gábor barátom, amikor itt volt, meg a Doma úrral, oda lerepültünk egy kis Cessnával, alul is van egy felvételem, ha érdekel, keressétek meg ott Miami-ba. Tehát a Key West az a legalsóbb része Amerikának, és akkor ott a Key West fölött ott látjátok ugye ezt a kis részt ott a képen, és utána pedig szépen az út, az látszik, hogy bemegy egészen Miami-ba. És akkor Miami-ba rámentünk, és akkor volt ugye szilveszter éjszaka. Már majdnem éjfél volt. Mindenhol petárdák mentek. És akkor ott, ahogy szállunk lefelé, ott volt egy ilyen kis lakótelepi rész, ahol nem tudom, hogy mondjam, nem a legkifejezettebben intelligensebb emberek laktak, és ott petárdáztak. De olyan mennyiségben tűzijátékoztak, hogy azt hittem le fognak lőni a repülővel. Tehát, hogy fölrobbant a tűzijáték a szárnyam mellett, nem túl sokkal. Tehát annyira közel volt, hogy azt hittem, hogy belobbantja a tankot, de szerencsére nem történt. De na mindegy, szóval a őrző angyalaim azok túlóráztak. Na, leszállunk. Mondom a Miami toronynak, hogy majdnem lelettünk lőve egy ilyen tűzijátékkal, láttad? Azt mondja, hát láttam, azt mondja, és akkor röhögött, azt mondja, hát welcome to Miami, ennyit tudott mondani. Ő is tudta nagyon jól, ha kiküldi a rendőrt, semmi nem fog velük történni, és semmi nem lesz belőle, úgyhogy nem is foglalkozott vele. Úgyhogy akkor megérkeztünk, beálltunk a kapuhoz, átmentünk a bevándorlási részen, ugye ott útlevelet kellett mutatni, meg külföldről érkeztünk, és akkor a útlevél pecsét után, akkor már mondjuk nekünk nem pecsételnek, de a többi utasnak igen. A legtöbb utasunk egyébként ment tovább Atlantába, ugye, mert ők azóta ott voltak a reptéren, amíg mi ott aludtunk, meg kidolgoztuk ez az egészet. Na mindegy. És akkor utána visszamentünk a kapuhoz, ugyanahoz a kapuhoz, amit ott hagytunk, csak közben át kellett mennünk megint egy átvilágításon, mert ugye kimentünk a vámon, és akkor utána vissza kellett jönnünk megint, és akkor ott, hogy visszajövünk a reptérre, ott már az egész reptér ki volt halva, sehol senki.
Igen, azt el is felejtettem mondani, hogy amikor jöttünk át az útlevél vizsgálaton, akkor lett éjfél, úgyhogy akkor ott mindenki így kiabált, meg újongott, meg mit tudom én, de hogy miért, azt nem tudom, de pont akkor nézegette a néni az útlevelemet. Na szóval visszamentünk, ugye átmentünk megint átvilágítás, visszamegyünk a kapuhoz, akkor nincsen a kapuőr, nem volt ott, aki beengedje minket vissza a repülőhöz, akkor mondta, hogy még várunk arra, hogy a repülőt átnézzék, mert azt mindig át kell nézni, ha nemzetközi érkezés van. Na végre akkor azok megjöttek, átnézték, kipucolták, oké, akkor mehetünk, fölülünk, erre a repülőnek nem működött az ékarzja. Az ékarz az egy ilyen hát számítógépes kommunikáció, mintha egy internete lenne végül is. És akkor azzal nem tudtuk föltölteni a repülési tervet, a weight and balance-t, meg mit tudom én, és akkor kaptam egy új első tisztet egyébként. Hát új, igen, öregebb volt, mint én, öreg bácsi már csak 3 éve van hátra, azt mondja, az Etihadnál volt oktató, ugye 380-asokon ott meg 350-est, meg a 330-ast, 320-ast, ő egy olyan oktató volt, és akkor az Etihad el akart bocsájtani egy nagy csomó pilótát, és mondta, hogy akkor ugye elvesztette az orvosiát egy ideig, de aztán visszakapta, és akkor a visszakapott orvosival akkor tudott jönni dolgozni, és akkor itt fölvették őt a mi cégünkhöz. Mert valahogy elintézték a vízumát, mert ő egyébként angliai származású. És akkor ott próbáltam neki mutatni, hogy hogyan kell ezt a mi cégünknél ezt megoldani, mert ő is azért új volt, és akkor volt egy ilyen backup rendszerünk az iPad-ben, hogy a súlypont elosztást azt ott be tudtuk írni, hogy hányan ülnek melyik sorba, meg hogy mennyi táska van betéve az repülő aljába, és akkor az mind kiköpte a számokat, azt bemásoltuk végre, minden megvolt, úgyhogy ott ültünk a kapunál vagy negyed órát, hogy ezt így kitaláljuk, meg megcsináljuk, és csak azért nem működött, mert ottan letakarta a terminálnak az épület széle a vételt, úgyhogy amint visszatoltak minket, kicsit előre mentünk, onnan elkezdett már működni, úgyhogy onnantól már minden oké volt. De mindezt úgy, hogy hát igen, el voltam fáradva, és éjszaka közepe volt már, sehol senki, már ugye éjfélen túl voltunk, már jócskán ugye, és akkor utána kellett kérnünk egy újabb időpontot a repülési tervre a dispatchertől, mert az lejárt ugye, és akkor, hogyha az is megvolt, akkor utána a torony mondta, hogy akkor mehetünk a kifutópályára, és akkor felszálltunk végre. Ugye Miami-tól Atlanta nincsen túl messze, ugye nagyjából egy órás út, és akkor hát kicsit több, mint egy órás. És akkor, hogy megyünk odafelé, akkor ugye kaptuk az információt, hogy hát bocsi, de nincsen kapu. Úgyhogy hiába érünk oda, akkor se tudunk parkolni. Na, akkor visszahúztuk a gázt, hogy lassabban menjünk, de hát akkor is odaértünk ugye előbb-utóbb. Úgyhogy még szerencse, hogy az iPhone vezetett, mert én már nagyon fáradt voltam. Úgyhogy aztán a leszállás után ott vártunk először is a taxiveljen, tehát hogy mondják, azokon a kis utakon, ami ott a repülőtéren van, és akkor utána bementünk a rámpára, a rámpa az egy ilyen, hát a két terminál épület közötti rész, és akkor az olyannak külön irányítása van, és akkor ott az egyik ilyen nem használt kapu előtt, ami ugye egy másik céghez való, másik cégé, oda nem lehet beparkolnunk, tehát ott előtte, ott áldogáltunk. Úgyhogy ott álltunk egy jó, hát másfél órát. Úgyhogy azok után, ami itt megtörtént, azok után még ott álltunk, vagy ültünk másfél órát. Úgyhogy a másfél óra arra pontosan jó volt, hogy megírjam a riportomat erről a renitens hölgyről, aki betegen jött dolgozni, és emiatt ezt a sok galibát okozta mindenkinek. Tehát irdatlan sok embernek a tervét hiósította meg, ugye. Hát nagyjából 200 embernek a tervével játszott, ugye, ha az összeset összeadjuk, úgyhogy ja, nem volt túl szép tőle. Viszont ugye a cégnél a nagyon komolyan veszik az hiányzást, ugye, a légiutas kísérőknél, és mindenféle pontrendszer van fölépítve, és emiatt ők inkább bejönnek dolgozni, mint hogy kapjanak a fejükre. Úgyhogy aztán, amikor végre beparkoltunk, elindult végre az nap első repülője, ugye, nagyjából olyan 5.30-kor már, 5.30 volt már reggel. És akkor elindult az első repülő, és akkor a helyére be tudtunk állni, szerencsére ott volt még a személyzet, aki tudott lepakolni, és akkor ott hagytuk a végre a repülőt, úgyhogy akkor beízítottam a versenyteknőst, és aztán azzal eljöttem ide a bunkerba. Úgyhogy akkor már Mac már lefeküdt aludni, mert ő is itt volt, a Mr. és a Mrs. Mac is itt volt, a felesége, és akkor ők már mentek aludni, addigra már reggel, szerintem már 6:30 volt valamikor visszaértem, és akkor hát már délbe fölébredtem, mert nem tudtam tovább aludni, úgyhogy
elmentünk kajálni egyet, azt ők most hazamentek autóval, mert most a Mac ugye szabad 5 napot, és akkor én holnap reggel elmegyek még Baltimore-ba egy kört, és utána 2-re visszaérek Atlantába, akkor fölülök egy másik járatra, mint a potyautas, és remény szerint el tudok jutni a Cincinnati-be, mert ott van az F-150-es pick-upom, és akkor azzal fogok hazamenni. Úgyhogy akkor azért kellett ezt most megcsinálom, mert szerdán, ugye kedden érek haza, de akkor estére érek haza, és szerdán reggel, ti már ezt nagyon meg szerettétek volna nézni, remélem. Úgyhogy aztán ez volt a kaland, úgyhogy szerencsére túléltem, nem lett semmi baj. Nagyon fontos része volt az egésznek, hogy a minden egyes részt, amikor a repülőn ugye csináljuk, azt mindig ugyanúgy csináljuk, tehát hiába kapok egy új első tisztet, az első tiszt is pontosan tudja, milyen szót kell mondani, mikor, mik az elvárások, mik a feladatai, mit kell neki csinálni, mit kell nekem csinálni. Úgyhogy nagyon szépen lehet így olyan emberekkel együtt dolgozni, akit eddig nem is láttál az életedben. Megjelenik, és tudja, mit kell csinálni, és akkor én is tudom, mit kell csinálni, és ez nagyon jól működik. Ugye ezért kell mindent mindig ugyanúgy csinálni, hogy a könyvben le van írva, hogy működjön. Úgyhogy visszagondolok erre, hogy jó döntést hoztam-e azzal, hogy a nénit nem csak mondtam, hogy a légutas kísérőm csak feküdjön le ott hátul, és nincsen annyi sok ember a repülőn, tehát ott szabad hely volt hátul, csak feküdjön le, és aztán menjünk, vagy pedig azt csináltam, amit csináltam, úgyhogy én szerintem jó döntést hoztam annak ellenére, hogy nagyon sok veszélyt rejtett magába ez az egész, mert ugye ez nem, hogy mondjam, ez nem a tengerparton volt a jó helyen, ugye, ahol biztonság van, hanem ugye itt igazából másként is elsülhetett volna ez az egész. Na, úgyhogy aztán remélem, hogy tetszett nektek El Salvador, akinek nagy a hogy mondják, a kalandvágya, mint a Mucán Gábor barátomnak, ő lehet, hogy elmegy ide majd látogatóba, hát ha elrabolják, vagy lövöldöznek rá, vagy ilyesmi, de ja, úgyhogy itt van sok banánföld is egyébként, amit láttátok, nagyon sok motorbiciklis van, és nagyon sok busz van, ilyen magánbuszjárat, amit itt láttatok, gondolom már az autók között, és igazából öreg autót nem nagyon láttam, egy-kettőt láttam. Láttam öreg Mercedes, csak mindig mire elővettem a kamerát, addigra már azok elmentek, ilyen nagy krumpliorú öreg Merci teherautót. Azt ugye Dél-Amerikába sokat adtak el belőle, Brazíliában, meg más helyeken. Ja, de hát igen, nekem is érdekes volt ez az egész, mert ja, még itt nem jártam. Az közben a másik utamat, ugye ugyanígy a következő éjszaka ugye el kellett volna mennem a Guatemala Citybe, és oda a nagy vulkán mellé, azt közben meg elvették tőlem, és odaadták valaki másnak, de mivel a szakszervezettel ugye vagyunk ilyen szerződésben, ezért oda kell, hogy adják azt a pénzt, amit azért kaptam volna, hiába változott meg az órarendem, szóval megnézik, hogy melyik a több az, amelyiket eredetileg kaptam volna, vagy amelyiket most csináltam, és akkor amelyik a több, annyi fizetés fogok érte kapni. Ugye még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy a pilóták úgy szoktak fizetést kapni, hogy amikor a kabin ajtót becsukják és elengedi a kéziféket, akkor kezd el az óra ketyegni, és amint kinyitják a kabin ajtót, akkor megáll az óra, és akkor a kettő közti részt kapja meg a pilóta. Vagy pedig ha olyan a szakszervezeti szerződés van, akkor pedig van egy előre megszabott idő, tehát hogy mit tudom én, hogy egy ilyen repülésbe 5 óránál kevesebbet nem lehet kapni, akkor hiába repültél 3 órát, akkor is 5 órát kapsz. Vagy pedig van olyan, hogy napi 5 óra, olyan is van. Vagy pedig van, hogy megmondják, hogy ja, hát akkor ez, ha megnézzük vissza az órákat, akkor ez körülbelül, mit tudom én, 3 óráig fog tartani, akkor 3 órát adunk érte fizetést, és ha te 2,5 óra alatt teljesítetted, akkor is 3 órát kapsz. De hogyha tegyük föl 3 óra 20 perc volt, mert valami rosszul sült el, akkor 3 óra 20 percet fogsz kapni érte. Tehát így van a fizetése a pilótáknak. De még nagyon sok ilyen kis kapu, meg nagy kapu, meg mindenféle zárójeles dolog van, ugye, úgyhogy ebbe most így nem tudok belemenni, egyszer ezt levezettem nektek, hogy van a pilóta beosztás, meg a fizetés egy másik ilyen repülési videóba, de hogyha ez érdekes, íratok, és akkor újra kitérek rá, hogy van ez az egész megoldva. Úgyhogy igazából ez volt az év első hosszabb videója, és ja, mindenkinek ugye boldog új évet kívánok, ugye, és hamarosan elkezdek készülni a hónap végén lévő újraképzésemre, mennem kell vissza a szimulátorba, úgyhogy felrakom majd a szimulátort a Man Cave-be, és akkor azon is lesz egy kis szimulátorozás, ugye vannak, akik ebbe élnek, meg ezt szeretik nagyon csinálni, és akkor őnekik lehet, hogy ez
tetszeni fog. És közben még nagyon sok programom van még hátra, ami be van ragadva a kamerába, ugye San Franciscóval kapcsolatban, mert ugyanis tudom, hogy már sokat voltunk ott, de még van egy-két olyan rész, amit még nagyon meg szerettem volna mutatni, de még eddig nem volt alkalmam rá, úgyhogy majd azok is következnek. Na itt van, látszik, hogy a pick-upon ugye így ülnek rajta hátul, ez egy teljesen, vagy állnak rajta hátul, ez egy teljesen elfogadott dolog itt, úgyhogy ja, a helyváltoztatási igény van, és mindenféle válasz van a helyváltoztatási igényre, ugye többek közt ez is. Úgyhogy na, akkor köszi, hogy ezt is megnéztétek, és aztán írjatok, hogy mit gondoltok, vagy hogy mi van a fejetekbe, és aztán majd próbálok mindenkinek válaszolni. És úgy csak nagyon kérlek titeket, hogy ne írjatok litániát meg a Google-ból kimásolt angol nyelvű dolgokat, hogy mit, miért, merre, meddig, mert azt egyszerűen nincs hozzá kapacitásom, hogy elolvassak 5 oldalt valamiért. Úgyhogy csak a legyetek finoman, hogy hívják okkal ezekkel a hozzászólásokkal, és csak legalább csak ne írjatok többet, mint 10 sort legalább, mert különben itt iszonyatos időt eltöltök azzal, hogy mindenkinek tudjak válaszolni. Na, köszi szépen, aztán jövő héten újra megpróbáljuk. Sziasztok!